azt látom, hogy az egész világ A jugoszláv bomlás szerintem nem ért véget. Amerikában a háború akkor számít a világháború. Itt mindenki el, elnézést megjátsza a félhülyét, hogy a saját céljait tudja teljesíteni. Háború, hatások, Európa, a hét legfontosabb történései, stratégiai nézőpontból, minden csütörtökön a Mandiner felületein. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandiner Stratégia nézőit és hallgatóit. Vendégem Nógárd György biztonságpolitikai szakértő. Szervusz, köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm szépen a meghívást. Sok mindenről szeretnék veled beszélni, de kezdjük a Kahovkai gátnak a felrobbantásával. Azt a nagyon egyszerű kérdéssel, hogy kirobbantott a fel, kinek állt az érdekében. A válasz az, hogyha megnézem a nyugat első perszől kezdve között, hogy ez egyértelműen orosz érdek volt, de ha megnézem a Bildzeitungot, ami az egyik legnagyobb német nyelvű folyóirat, Első kiadásában az volt benne, hogy a oroszok, a másodikban az volt benne, hogy nem tudjuk, hogy ki volt. Ha megnézem, mind a két félt meg tudom indokolni, orosz és ukránt, hogy miért volt az érdeke, és miért nem volt az érdeke a főrobbantás. Itt inkább azt szeretném mondani, hogy mi a következménye. Néhány napig a terep járhatatlan, tehát ukrán támadás nem lesz. Rengeteg embert ki kell telepíteni, többek között ukrán katonákat, akik ezen a térségbe állomásoztak. A következő az, hogy mit fog ez jelenteni Európa legnagyobb atomerőművére, és mit fog jelenteni általában az orosz-ukrán katonai és politikai viszonyokra. Ahogy nem lehet tudni, hogy hónapokkal ezelőtt kirobantotta föl a valóságba, lehet tudni, de senki nem mondja ki az északi áramlat egyet és kettőt. Úgy papíron ezt sem lehet tudni. Mind a két félnél van rendkívül hangos érdek. Én most jövök egy politikai vitáról, ahol a két baloldali képviselő azt mondta, hogy egyértelmű, hogy az oroszok voltak. Én ott is azt mondtam, hogy nem lehet tudni, talán egyszer a történetben meg fogjuk tudni, hogy ki volt nem tudjuk, hogy kirobbantott a föld, de azért maga a tény, azért az mégiscsak döbbenetes abból a szempontból, hogy most már a többedik, még szerencsére nem sokadik, amikor kritikus infrastruktúrák támadnak meg. Így van. Azért ez egy új dimenzió, nem? az is új dimenzió, hogy orosz területeket támadnak meg. Az is új dimenzió, hogy a belga kormány közül, vizsgálják ki, hogy igaz -e, hogy nevezzük orosz erőknek, amelyek Ukrajnából betörtek, elvileg Ukrajna nem tud róla, ez megint nem igaz orosz területre, hogy használhattak föl belga fegyvereket, amikor megígérték az ukránok, hogy nyugati fegyver csak Ukrajna védelmében fognak felhasználni. Tehát egyre több a kérdőjel, még egy, egyre több a béke kezd és ezek a békekezdeményezések rendkívül hasonlóak. Frontokat befagyasztani, ha kell népszavazás, ez egy szörnyű nehéz kérdés, mert mindenki elüldözte mindenkit, aki nem az ő pártján állt, 15 kilométerre elválasztani, szétválasztani egymástól a csapatokat, és fegyverszünet mai béke. Itt a kulcskérdés az, hogy mi lesz a jövővi amerikai elnök választáson, ugyanis mindkét jelölt közölt, hogy Ukrajna számunkra nem létfontosságú érdek, máshogy fogalmazva meg kell állapodnunk az orosz és békét kell kötni. Befolyásol, hogy ki fog nyerni az amerikai elnök választást? Igen, ha a demokraták nyernek, a háború folytatódni fog. Látszik, hogy a Biden mögött álló erők egyértelműen elkötelezettek ukrán a ukrán győzelem mellett. És típus. ha a republikánosok nyernek, biztos, hogy véget ér? sokkal nagyobb az esélye a valószínűség, hogy béket ér, így pontos. De a négy amerikai és európai tábornokok zöme között ezt a háborút nem lehet megnyerni. És egyre inkább látjuk, hogy mennyi hihetetlen furcsa nyilatkozat születik meg. Nyugdíjas angol tisztek nyilatkoznak naponta a hülyeségeket, de a cseh vezérkari főnök is azt mondta, hogy a háború első percében cseh háborúba keveredik Oroszországgal. A miniszterelnöknek meg kellett pontosítani, hogy a vezérkari főnök nem azt mondta, amit mondott, és nem úgy gondolta, hogy gondolta. Amiről beszéltél, az egy eszkalációs spirál, hogyha Így van. jól értem és jól következtetek. Hol van ennek a vége, ennek a spirálnak? a végét nem akarom megmondani, mert az katasztrófa. 1962-ben egy amerikai professzor Kán írt erről egy könyvet, az a szíme, hogy eszkaláció, és ezt a spirált, amit te idézi föl, hogy a legjobb kapcsolattól, hogy jutok el az atomháborúig. Hát hál' Isten, nem vagyunk az atomháborúnál, de egy rendkívül feszült helyzetben, igen, ahol meg kell mondani egy mondatot. Mindenki a világon, a orosz-ukrán konfliktusról beszél, holott ennél sokkal nagyobb konfliktus zajlódik le jelenleg a távol keleten, hol egymásnak feszül Kína egyik oldalról, USA, Nagy Britannia, Japán, Ausztrália, új zéland Dél-Korea a másik oldalról, és hihetetlen érdekes, hogy naponta változnak a szövetségek. Körülbelül egy héttel ezelőtt a USA stratégiai szövetséget kötött Pápua új Généval. Nem akarok szemét lenni, hogy százból száz egy ember nem tudja, hol van Pápua új Généval. Pápua átadja területeit, katonai bázisait az USA-nak, cserében mi hírszerzési adatokat kap. A kérdésem az, hogy mi a csodát kezd Pápua új kéne az amerikai mi hírszerzés adataival. Előtte a Salomon szigetek kötött hasonló védelmi megállapodás Kínával. Tehát azt látom, hogy az egész világ forrong, ebből még mindig kiemeljük a orosz konfliktust, Európában van, mellettünk van, stb. De a valóságban ez egy nagyon fontos konfliktus, nagyon sok egyéb konfliktus mellett. Azt mondta, hogy az orosz-ukrán konfliktus az, hogy talán, ha leegyszerűsítem, hogy jelentőségén túl foglalkozunk vele, hogy nem tudom, jól interpretálva, amit mondtál. Igen, én azt mondom, hogy kellene foglalkozni a többi konfliktussal. Hát elnézést kérek, Tájván kérdésében a világháború szélén táncolunk. Tele van Afrika konfliktusokkal, a többi földrész tele van konfliktusokkal. Ezeket Általában meg sem említjük. Nem állítom, hogy, mert azért látjuk, hogy ez elég aktív konfliktus sajnos, Így van. és elég aktív Igen. A harcok folynak, nagyon sokan meghalnak ezekben a küzdelmekben. Akkor azt lehet mondani, hogy ez egy kommunikációs konfliktus is? Persze. Vagy elsősorban kommunikációs De konfliktus? részint kommunikációs konfliktus, ahol nyugodt be akarja biztosítani, hogy Oroszországot amennyire lehet keletre visszanyomni, amennyire lehet Ukrajnát életbe tartani, és amennyire lehet Európát lenyomni. Hát a jellegi válság egyik tanulság az, hogy ennek a válságnak két igazi győztese van, USA és Kína, teljesen más szempontok alapján, és igazi vesztese, a totális vesztese Ukrajna, és a vesztese Európa. Kommunikációs konfliktusokon mennyire lehet komolyan venni azt, amit a különböző felek kommunikálnak? Egyáltalán most, nem, mind a két fél abszolút poszáta. Olvastam egy hírt, hogy az FSB szerint a radioaktív bombával tervez, vagy tervezett támadást végrehajtani az ukrán hírszerzés. Oroszország területén. Az FSB valószínűleg... azért kapja a fizetését, hogy ezt mondja. Eddig ez nem következett be. Ha ez bekövetkezne, elképesztő orosz csapást lenne nyilvánvalóan. Itt a lényeg az, hogy a nyugat elsősorban az USA mennyire tudja kézbe tartani Ukrajnát. Ez érdekes, hogy Ukrajna elkezdett önállósodni. Körülbelül egy héttel ezelőtt az Zelenszky bejelentette, hogy úgy terveznek mostantól, hogy az usa nem értesítik. Én aztán leesek a székről. Hát gyakorlat... Meg lehet ezt tenni? Nem. Meg tudják tenni? Nem. Mi most az amerikai válasz? Akkor ez is, hogy... akkor ez is kommunikáció? Természetes. Mi az amerikai válasz, hogy úgy történnek csapások orosz területre, hogy ők erről nem tudnak? Ez a Moson Ez és... a Moson kezei mecím játék. Na most mindegyik félnek megvannak azok a szabad csapatjai, Vágám csak öven vágám. Vágnél bocsánatot kérek, a Vágrám az egy csata volt Igen. annak idején. Tehát a Wagner csoport egyik részéről a Blackwater másik részéről is lehet sorolni, amelyik elvileg egyik fél sem vállal a felelősséget, a valóságban egyiket Moszkva, másikat Washington irányítja. Szergei Lavrov adott egy nyilatkozatot azzal kapcsolatban, hogy talán pont a mai napon, vagy tegnap, hogy Európa háború útját választotta Oroszországgal szemben, és hogy Oroszország céljai nemesebbek, mint Európa. A céljai, hogy ezt most így hogy lehet értelmezni, hogy az orosz krimnészter megbolondult, vagy nem. Ő ezt ő ezt, 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 ezt így gondolja? Nem, ő ennél értelmesebb, ő is tökéletesen tudja, hogy üléspontja meghatározza az álláspontját, amíg ő Oroszország külügyminisztere, és ő az egyetlen miniszter, akinek önállósága van Putyin alatt, akinek nem kell engedélyt kérni, egy kormányülésen meg akar szólani, addig neki azt kell mondani, hogy Európa ellenünk van, de zárójában jelze meg a kínai nagykövetségek a világon osztogatják azokat a papírokat, hogy hogy elmúlt évtizedekben hány háborút kezdett az USA. Tehát amit Lavrov mond, az beleír egy új kínai orosz stratégiába. Mire kérdeztem egyébként ennyire élesen ezt a dolgot Lavrovval kapcsolatban, azért látszik, hogy eddig Medvegyev volt, aki ezt vitte. Medvegyev abszolút hülyeségeket beszélt. De nyilván tudatosan. Enged. persze, természetes, Viszont akkor most feljebb kerül egy szinttel, mert hogy az Lavrovnak a jelentősége eddig úgy tűnt, mintha Medvegyemnek a jelentőségénél fontosabb ebben legalábbis geopolitikai, külpolitikai szempontból, a ő visszafogottabb volt. A Lavrovnál is annyit kell látni, hogy az orosz a orosz külpolitika nyugattal szemben sikertelen. Tehát sikertelen az, hogy szembeállítsák egymással a Nyugat-Európát, usa sikertelen, hogy leválaszák azt a néhány országot Európába, brittek, lengyelek, skandinávok, baltiak, akik kőkeményen orosz ellenes lépést akarnak csinálni, és Lavrov úgy érzi, hogy most a PR neki is meg kell a sokkal keményebben, mint eddig. Hogy ez célszerű, ezt majd meglátjuk. Pont ezt akartam kérdezni, hogy célszerű-e még hozzá. Azért akarom ezt kérdezni, mert eddig ő volt a, vagy ő tűnt úgy, hogy a higgat a szereplő, egy higgadt hang, vagy legalább valamely, valamelyes higgat, akivel mondjuk az amerikai külügyminiszter éppen még tud tárgyalni, és igaz, hogy nagyon csúnyán néz mindenki egymásra, de egy pár percet el tudnak még együtt tölteni. Igen, csak van egy dolog. Az elmúlt napokban Németországban az öt orosz konzulátusban négyet bezártak. A svédországi orosz konzulátust fölmondták cserébe az oroszországi svédet. Ugyanez történt orosz fél relációba. Tehát olyan mértékben romlottak Oroszország nyugati kapcsolatai, lavro úgy érezte, hogy most nem tud más csinálni, csak ilyen erősen kommunikálni. Igen, mert úgy érzi, hogy ez hatalakosságra zárja el. Ha az elmúlt 24 órát nézem Bulgária és Szlovákiában, olyan felmérés készült, hogy a háborúi nem Oroszország, és nem egyedül Oroszország felelős. Én ezzel egyetértek, máshogy fogalmazva, az európai lakosság elkezdett váltani, nem támogatják olyan mértékben Ukrajnát, hogy a háború első mondjuk 14 hónapjában ez megtörtént. Tehát, hogy hatalakosságra? Igen. Most az orosz lakosságnak üzenet, az európainak. Ö, Lavrov üzenete nyilvánvalóan elsősorban az orosz lakosságnak szól, de szól az európainak is. Az egy más kérdés, hogy Európába kihozza le Lavrov üzenetét akkor, amikor elképesztő mennyiségű információ fut be, és a Lavrov üzenete eljut az európai átlagemberhez, szerintem nem ez egy kérdés egyébként, hogy milyen üzenetek jutnak el, meg hogy... Amit a sajtó és a politika akar. Meg hogy mit lehet ebből összerakni tulajdonképpen, mert ugye, amit mondtál, az az, hogy mindenki a britek, amerikaiak, oroszok, mindenki mond be a vakvilágba dolgokat, Persze. de senki nem beszél a valóságról. Ez igaz, és az ennyi, tajmiak, hogy a britek naponta tesznek közé jelentéseket. Ami engem zavar, döntően nyugdíjas tábornokok, akiknek ma már nincs információjuk, és beszélnek, beszélnek, és elnézést, hülyeségeket beszélnek. Tehát amiket ők is beszélnek... Ők akkor kommunikációs szereplők. Persze. És ezért nyilván elég jó pénzt kapnak, de a politikai súlya ezeknek semmi. Tehát nagyon-nagyon érdekes az egész kommunikációs háború. Én elmondtam sokszor, én reggeltől estig a német tévét nézem. A német hírekben három dolog nem jön le. Egy, az orosz-ukra háborúról csak az jön le, hogy a ukránok a jók, az oroszok a rosszak. Ez nem igaz. A migránsokról az jön le, hogy milyen csodálatos, hogy ide jönnek. Ma már differenciáltabban, de ez jön le, és három. Európai Unióban milyen csúnya-csúnya ország Magyarország és Lengyelország. Ez jön le, ez sem igaz, és főleg így nem igaz. De hogyha ilyen kommunikációs háborút vív mindenki mindenkivel, és a, mindenki őrült vagy félőrült nyilatkozatokat tesz. Nyilván kicsit túlzok, de hogy azért nem a valóságról beszél, Igen. akkor azért annak mégiscsak van egy gyakorlati következménye a hadi cselekményekre. Persze. Mert mindenki belelovalja magát, hogy akkor egyre komolyabban gondoljuk, vagy, vagy ez egy álságos játék, amit játszanak, hogy, játék. hogy nem, nem, veszük annyira komolyan a cselekményeket, vagy nem veszük komolyabban, mint ahogy terveztük, csak úgy teszünk, mintha ez egy nagyon durva konfliktus Itt a lényeg lenne. az, hogy a lakosság mögöttem álljon. Ez a lényeg Putyinnál, ez a lényeg usa ez a lényeg Európába is. És ha megnézem, ez eddig bejött. Európa untja a fegyvereket, USA untja a fegyvereket, pénzt mindent Ukrajnának, a harmadik világ untja a fegyvereket Oroszországnak, a kínai-orosz katonai együtt működés zseniálisan működik. Azt mondod, hogy Putyin az anyag, hogy a lényeg, hogy lakosság mögött álljon. Így van akkor miért olvassuk azokat a híreket, hogy egyre inkább csökken a jelentősége a szerepe, és hogy bármelyik pillanatban pucsat indíthatnak ellene, akár de, a Wagner csoport. Igen, csak van megint néhány mondat. Egy, a Wagner csoport addig működhet, amíg az oroszok engedik, Putyin engedik, kettő. Ezek a hírek, amikről te beszélsz, ezek egy döntően nyugati elemzők teszik közé három. Azért nyugaton is elkezdődött egy olyan elemzés, hogy célszerű-e Putyin megbuktatni, ha ez lehetséges, mert aki utána jön, az jobb lesz -e. Erre ma nincs válasz. Következő nem is tudják gondolom, hogy kijön utána. Nem tudja. A háború előtt ki volt jelölve utódnak Sojgó. Ma már nem ő az utódjelölt. Nincs utódjelölt. Tehát ettől kezdve ezek nagyon nehéz kérdések, de mindenki játsza a játékait. Mi állandóan elmondjuk Európa, hogy Putyin alkalmatlan, oroszok elmondják, hogy amerikai elnök tegnap két hülyeséget csinált, neki ment a repülőgép ajtajának egy dolog, átadott egy kitüntetés, majd hasra esett másik dolog. Tehát mind a két fél ontja a poénjait, de ettől az alaphelyzet nem változik mitől változhat az alaphelyzet? Csak és attól, ha az amerikai vezetésben módosulás lesz, és bejönnek a republikánusok, és tényleg módosulást akarnak. Jelenleg ott tartunk, olyan nyugat azt mondja, hogy nincs több fegyvere, ami egy részint igaz, részint nem igaz, de zárójel oroszoknál is fegyverhiány van, és a tartalékokat tekintve Oroszország sokkal erősebb, mint Ukrajna. Csak <coughs> Amerikában jöhet változás? Európában nem jöhet? Európa képtelen eségesülni. Ha egyszer megnézed, most a Moldovai csúcs találkozón a franciák és a németek leültették a szerbeket és koszovóiakat, és elérték azt, hogy koszovóba új választás lesz a négy területen, ahol ö, szerb többség van. De a stratégiában nem történt változás. Ha megnézed, amerikaiak közvetítenek Azerbajdzsán és Örményország közt, ahol korábban csak oroszok, majd később törökök is közvetítettek. Tehát lassan mennek a változás előre, de mindenütt azt látni, hogy a oroszokat akarják lenyomni, és nyilván ez egy pont után életveszélyes Moszkva számára. Koszovóról szeretnék majd külön Jó. is beszélni veled, mert a te területet elég jól ismered. De akkor tulajdonképpen egy új stratégiát látunk kibontakozni, hogy, hogy tartsuk benne az amerikaiakat, tartsuk kívül az oroszokat, hozzuk be az ukránokat, és tartsuk lenne Európát, jól mondtad? Igen, de ugyanez volt 49-ben a NATO stratégia. Csak akkor németeket mondták. Persze, akkor azt mondták németeket le, oroszokat ki, amerikaiakat be, ugyanez van most csak más szereplőkkel. Csak az ukránok mi, hogy kerültek ebbe a képbe? Úgyhogy hogy Ukrajna területén folyik a háború, úgyhogy Ukrajnával lehet Oroszországot meggyengíteni, úgyhogy hogy háború kapcsán lehet Európát Lenyomni, és ez működik. Eszközé váltok akkor vagy? Igen, ők nem főszereplők. Ők soha nem fogják ezt elismerni. Ha létrejön egy fegyverszünet és béke, ebben a Zelenszki szerepe periférikus lesz. Érdekes, amit mondasz, hogy nem fogják elismerni, de mintha kezdene valami változás történni a gondolkodásban vagy a kommunikációban Ukrajnában, mert egy ukrán intézet hozott le egy olyan becslés, vagy egy olyan előrejelzést, hogy ilyen népességfogyás mellett pár éven belül nem lesz ember, nem lesz elég ember a GDP-nek a megtermelésére. Sem. Elnézést. Bocs, a legutolsó fölmérés kimutatta, hogy Ukrajnának van 47 millió lakosa. Most fél évvel ezelőtt az volt adat, hogy kb. 27 millió vannak még otthon. Következő. Hát ha azt veszem, hogy napi ezer ember jön át csak Magyarországra, az 3,5 fél millió ember évente. Tehát Most 12000 12 ezeren érkeztek. Azért mondtam, hogy körülbelül ezeren persze. Tehát elképesztő mértékben fog a lakosság. Mit mondott Zelenszki, hogy kormányprogram lesz, hogy tudjuk nyugatról menekülteket visszahozni. De hát a Németországban menekült ukránok 67%-a jelentette ki német fölmérés szerint, hogy soha nem akar visszamenni. Tehát ott van egy középhatalmi ország lakosság nélkül. Meddig tud így háborút folytatni? Meddig célszerű a nyugat részéről ezt az országot támogatni? Hol lesz az, amikor a lakosság azt hogy elég? Jelen egy egyszemélyi diktatúra van Ukrajnában, hogy Oroszországban is. Meddig fog ez tartani? Az oroszok tovább bírnak ezt a háborút, mint az ukránok? Történelmi okok miatt szerintem igen. Sokkal nagyobbak a tartalékaik, sokkal nagyobb a lakosságszám, teljesen más minden, hogy Zelenszki a valóságot tökéletesen eltitkolja Ukrajna előtt, Putin ugyanígy eltitkolja a valóságot a orosz lakosság előtt. Beszéltünk kommunikációs háborúról, meg a kommunikációs eszkalációról. De ugye most megint visszatérve erre a, ennek a gátnak a felrobbantására, hogy azért itt más típusú eszkaláció is van. Tehát nem ha már, már, azok az eddigi határok, amiket egyik és másik fel is próbált betartani, mintha már nem lenne. Így van. Ez igaz a gátra, ez igaz arra, hogy orosz területeket csapás ér, ez igaz rendkívül sok mindenre. Tehát ha megnézed, ma Ukrajnában csak olyan fölmérést lehet csinálni, amit a Zelenszkij vagy a felső vezetés, jó áll. Ugyanez a helyzet Putyinnál. Tehát mit mutatott ki a mostani ukrán felmérés, hogy a lakosság 90% -a, a háború párti. Ha egyszer megnézed, aki kilépett Ukrajnából, hogy mit mond nyugaton, pont az ellenkezőjét. Tehát nem tudjuk a valóságot, mert valós információk nem állnak rendelkezésre. És a hírszerzésnek van, különböző országok hírszerzésének van. Ez valós a valós információ. információja. Persze, csak nem hozzá nyilvánosságra. Ez a dolga, ő nem a lakosságot tájékoztatja. A hírszerzés dolga mindig a felső politikai vezetés tájékoztatása. Ezt csinálják. Tehát A lakosságot meg félretájékoztatják sokszor? Vagy nem tájékoztatják, ami szintén félretájékoztatás, mielőtt félreértés lenne. Tehát ha én amerikai hírszerző vagyok Ukrajnában, és a pontos adatokat ismerem, azt nem fogom lehozni a New York times vagy a Washington post arról értes, a külügyet, a mentagon a fehérázat, a CIA, stb. Ennyi. Feladata lenne a hírszerzésnek a lakosság tájékoztatása? Szerintem nem, nem ezért hozták létre. Tehát minden hírszerzésben benne van az, amit csinál, az titkos, titkos információ, stb. A titkos információkat nem osztják meg a lakossággal soha. És azért kérdezem ezt, mert azért elvezet bennünket egy demokrát demokratikus kérdéshez is ebben a kérdésben, hogy akkor a lakosság hogyan tud véleményt nyilvánítani. Egyrésztről csak magáról a témáról, az orosz-ukrán konfliktusról, akár Európán belül, akár Oroszországon belül, akár Ukrajnán belül, illetve hogyan tud egy választás során valós választási helyzethez kerülni, hogy, hogy honnan fogja -e tudni, hogy kire kell szavazni, hogyha mondjuk a háború számít számára. Egy. Amerikában háború akkor számít, ha világháború van. Ha nincs világháború, már pedig hál' Isten nincs, akkor az amerikai az oktatás, az egészségügy, a pénzügyi helyzet alapján szavaz. Ez mindig így volt. Világháború kivétel. És ez most is így lesz? Most is. Eddig így van. Kettő. Azért látni kell, hogy ma az amerikai elnök mindenre alkalmatlan. Az, hogy a orvos, aki az, hogy a pali olyan, mint a 20 éves lenne, én lennék orvos, az, mint a 18 éves lenne, tehát ezt nem kell komolyan menni. A republikánusoknál sincs egység, egyre több ember lejelentkezik elnökjelöltnek. Kettőnek van esélye a floridai kormányzónak és Trumpnak. Mind a kettő támadható a Trump a négy éves elnökségével a floridai kormányzó azzal, hogy ismeretlen országos szinten, Európa. Európa képtelen egységesülni. Most a franciák, németek próbálnak együtt szerepelni. Lásd a moldovai csúcsot. Egyébként nincs európai egység. Nem is volt, sajnos nincs, és nem is lesz belátható időn belül. Tehát ma a lakosság tájékoztatása elvileg egy csodálatos dolog, de a valóságban nem történik meg. A lakosság a kapott információk alapján fog szavazni. Érdekli a lakosságot? Európában, hogy mi történik valójában? Sokkal inkább, mert Európa beszenved, Európában óriási az infláció, a munkanélküliség, ha megnézem a gázárok növekedését, a külai növekedését, akkor érdekli, de egy teljesen más információt kap mindennél felelősök az oroszok. Északi áramlat egy-kettő fillére ki lehetett behozni az energiát oroszoktól. De ez egy jó válasz, meg egyszerű válasz, nem? Hogy? Hogy az oroszok a felelősek. Persze, persze. Mert végül is ők a háborút. Így van, Oroszország agresszor, arról nem beszélünk, hogy a háborút Ukrajna provokálta ki. Így van. De azért az oroszok tudnák a lehető leggyorsabban és legkönnyebben lezárni is ezt a háborút. nem? Hogyha ha használják... lenne partnerük, de nincs partnerük zárjáló oroszok se partnerek ebbe. Tehát ha egyszer megnézem a putyini stratégiát, legalább annyira téves, mint a Zelenszky féle stratégia. Ha egyszer megnézem a kínai béketerveket, abban óriási realitás van, csak abban a percben, hogy kimondták, hogy legyen népszavazás a vitató területeken. Ukránok mondták, hogy nincsenek vitatott területek. Kínaiak kimondták, hogy mindkét fél vonuljon 15 kilométert vissza ukrán válasz, miért vonulnának vissza? Kínai válasz mi volt? Ha nem lesz itt fegyverszünet és béke a háború eszkalálódhat, Ukrajna nem érti a kérdést. Tehát itt mindenki elnézést megjátsza a félhülyét, hogy a saját céljait tudja teljesíteni. Amit nem tudjuk pontosan, hogy micsoda, nem? Amit deklarálnak, tehát amit a ukránok mondanak, hogy Putyint elzavarni, minden területet visszafoglalni, óriási háborús jóváltétel, ez utópia. Nem reális elképzelés, meg az oroszoknak se reális az elképzelés. Pontosan, ez irányítás háború és irányítás kommunikációs háború, és most megint befelé innek... a válságba, és ez kellene egy olyan amerikai vezetés, amelyik hajlandó leülni az oroszsal. Most találkozott az amerikai és kínai védelmi miniszter. Az amerikai azt kérte a kínai hogy üljenek tárgyalóasztalhoz. Kínai azt mondta, hogy én neki nincs mit tárgyalni az usa -val. De közben a hírszerző főnökök találkoztak, és Szingapurban, aki számít hírszerzésbe, ott volt és tájékozódott. Senkit nem, senki semmit nem mondott el a sajtónak, mert nem a sajtó annak szánták a vitát. Tehát a valóság... Boguság... hogy igen? kezdtek tárgyalni arról, hogy, hogy lehetne ezt a konfliktust lezárni, vagy... Ez a dolguk. Persze. De gondolom nem csak ez az egyetlen témája lehetett. Hát én még néhányat mondok. Világozdaság, migráció, Tajván, és még néhányat fölelsorolni. Ezt hm. mind meg kellett tárgyalni. És Koszovó. Koszobó egy más kérdés, ez kevésbé ért elő Szingapurba. Ha beszélünk róla, én boldogan elmondom. Beszélünk Beszéljünk róla. Okay. Mert azért mégiscsak Európában. Múlt van. heti esemény, de azért megrázó képsorokat láthattunk. Méghozzá, ugye, azért, mert ugye, azért nem vagyunk hozzá szokva feltétlenül, hogy egyik pillanat a másikra ilyen. Hát ilyen erőszakos cselekmények történnek, hogy nem csak berekedéstől uh, ki, tüntetés van, hanem lövöldöznek meg. Különböző hírek arról is szóltak, nem, nem tudom, hogy most az igaz, vagy nem tudom, is dobáltak. Egy, mindenkinél van fegyver. Kettő, van egy jugoszlábomlás. Mi történik a jugoszláv <coughs> A nyugat, NATO kiad egy elvet. Ez az elv hihetetlen, érdekes, úgy szól, egy nép önrendelkezési joga fontosabb, mint a fönnálló államhatárok. Ez zseniális. Én akkor a nato tanultam. Én föltettem néhány kérdést. Most hagyjuk a ezer éves Magyarországot. Tessék mondani, hogy állok? Dél-Tirollal, Baszkölddel, Katalánokkal, még néhányat felsorolok. Azt mondták, rosszul látom, mert a koszói helyzet egyszerű és megismételhetetlen. Egyszerű Ezeket és azért ott nem nincsen erőszakos. Igen, de a Dél-Tirolban. -ti az egy más, de, de ott de a hát dél ról már ról ott szavazás, szavazás lenne, abban a percben dél azonnal elszakadna Olaszországtól, de nincs népszavazás. Nekem azt mondták, hogy értsen meg, hogy rosszul látom a helyzetet, mert Koszovó egyszer és megismételhetetlen, egyszer és megismételhetetlen nincs. Mi de Mindenki úgy látja a saját helyzetét, nem? Igen, de ettől kezdve nem egyszer és nem megismételhetetlen, még akkor is, a mindenki illátja. látja. Mi történik Koszovóban? A létrejön amerikai nyugati segítséggel az USK óriási pénzekkel, és tízszer annyi halottat mond naponta, mint a valóság. Minden egyes emberi kár, de azért itt elképesztő mértékben hazudik a UCK, és eléri azt, hogy Koszovó korábbi tartományi határai, államhatárokai lépnek elő. Ezt az ENSZ nem ismeri el, ezt Szerbia nem ismeri el. Mi a szerb dilemma? Mi fontosabb nekem, Koszovó vagy az európai integráció? Ez egy hosszú beszélgetés lenne, tehát nincs értelme rátérni. Mi a koszovói válasz? Államhatárok megtartása. Korábban folytak tárgyalások arról, hogy csináljanak területcserét. A szín szerb lakta, vagy 97 ba tehát majdnem szín szerb lakta területek, a négy város e, kerüljön vissza a Szerbiához, cserébe hagyják le azokat a területeket, ahol ma albán többség van, de erre nem került sor. Most a Káfort föltöltötték török katonákkal. Ezek az emberek muzulmánok. Ezek az emberek nem Szerbiát fogják támogatni. Mit csinálta Vucic? Leküldte a hadsereget a határa. Zseniális. Ez a hadsereg ma órák alatt el tudja foglalni Koszovót, ez nem egy nagy terület, nem egy nagy lakosság. Akkor egy de... állandó fenyegetést tart fenn. Most egy fenyegetést tart fenn, majd vissza. Azért, a katonákat. Hogy befolyásoljuk -e, vagy Mindenért. Mindenért. Tehát, ami akart, az új választás megtörténik. Most tehát az albán ö, polgármesterek nem lesznek polgármesterek. Csak nekem egy problémám van. Itt nem ez a kérdés. Most egy csodálatos felületi kezelést csináltunk a kérdés államhatárok a jövőbe, nincs rá válasz. Szerbia-Koszovó kapcsolata a jövőbe, nincs rá válasz. Koszovó és Európa, nincs rá válasz. Szerbia Ad... és Európa, van rá válasz? Szerbia és Európánál a válasz az, hogy Szerbia az Európai Uniós csatlakozást támogatja, a NATO csatlakozás nem, nem is jön szóba most, mint NATO tag, holott a térség többi állama döntően már be van a NATO-ba. Tehát rengeteg a probléma. Hát volt egyszer egy Otto Bismarck, aki azt mondta, az egész Balkáni nem adnék egy gránátost. el, teljesen igaza volt. A Jugoszláv szerintem nem ért véget. bosznia hercegovina tovább fog bomlani, és időkérdésre lesz nagy Albánia létrejötte. De akkor egy balkáni átalakulásnak a éveibe lépünk. Így van. Ezzel a igen, Idézi csak ebben e, kis konfliktussal, igen, verekedéssel? Igen, csak ez a kis konfliktus azt mutatja, hogy a határok furcsák. Elnézést, ha megnézed a korábbi Jugoszláv határokat, négy kisváros tartozik Szlovéniához. Pirán, Portoros, Kóper, mindjárt mondom a négyediket, Umág. Nagyon szép helyek egyébként. Még jártam. Utána jön a horvát tengerpart. Egyetlen falu tartozik, Neumnak hívják Bosznia-Hercegovinához, és lent van 40 km Montenegrói tengerpart. Bocsi, Szerbiának nincs tengerpartja, Észak-Makedóniának hivatalos nevén nincs tengerpartja, Koszovónak nincs tengerpartja. Tehát ezek nagyon Bosznia-Hercegovinának van egy faluja, Neum, amit most egy autópálya kikerül hová, részről, hogy ne bemenni a Boszniába. Tehát rendkívül furcsa helyzet. Lehetnek ezek végleges államhatárok? Nem merem mondani, hogy igen vagy nem, mert bármelyiket meg tudnám indokolni. De itt tartok Jugoszlávia kapcsán, és most a legforróbb helyzet Koszovóban van. Azt mondod, hogy nem, nem tudsz végeredményt hirdetni, hogy lehetnek-e ezek vége, végleges államhatárok. Szerintem nem. De akkor a kérdésem az. az Bocsánat, még egy mondat. Hon? Tessék, mondani, volt egy 21 milliós Jugoszlávia. Ha elosztom héttel, 3 milliós országok lehetnek európai integrációba sikeresek? Szerintem nem. Célszerű volt ennyi részre darabolni Jugoszláviát? Ha ezt én lemondanám, engem földarabolnának, hogy ilyenek a szerbe, korvátok, szlovének csuda De hát a létrejött országok jelentős része maga módján életképtelen. Nem könnyebb kis országoknak csatlakozni a nagy Európai Unióhoz? Ez a nagy Európai Unió képes arra, hogy ezeket a kis országokat integráció után fejlesz -e? Meg hogy akarja ezeket a kis országokat? Pontosan. Mert mindig nem dölt el. Persze, hogy nem. Persze. Állandóan vita folyik erről. Persze, persze. És Sokat beszéltek arról, stratégek, még mi is beszélgettünk korábban egyébként különböző ilyen Németországgal kapcsolatban, hogy, hogy elszalasztott európai lehetőséget a 2000, hát ugye a, ugye a migrációs hullám körüli időszak. Hogy, hogy, akkor ezek az országok nagyon szerettek volna közeledni Európához, Így van. de Európa megtolta el magától ezeket az országokat. Ennek egyenes következménye az, hogy ma Törökországban Európa rendkívül népszerűtlen. A Davutoglu által létrehozott Európa Uniós párt 10% alatt van a török felmérések szerint, tehát gyakorlatilag Törökország ma döntően nem hisz abban, hogy Európai Unióba célszerű integrálódik. És gondolt, hogy ez a folyamat ez lejátszódhat a balkáni Országokban? Hát ha megnézem Szerbia bombázását, Szerbia nem akar a nato belépni. És az EU-ba? Oda szeretne, de ma már ott is sokkal kisebb a igenlők aránya, mint volt korábban, mert látják, hogy az egész folyamat nem úgy megy, hogy ígérték. Érdekes, mert ugye sokan érvelnek azzal, hogy a európai a története, az annak is a története, hogy amikor problémák vannak, akkor a belső problémák, akkor azt a bővítés mindig megoldja. Igen, csak a bővítésnek óriási anyagi fedezete kellene, hogy legyen. Ez jelenleg nem már rendelkezésre részint az ukrán háború miatt. A másik pedig De az... Ukrajnában szemben megvan meg ez a fedezet. Nem. Olyan pénzeket adtak oda, ami hiányzik Európának. Olyan fegyvertömeget adtunk oda ingyen, amit soha nem fognak kifizetni, ami hiányzik Európának. Tehát rendkívül érdekes az egész, amit te kérdezel. Van egy másik probléma. A franciák mindig a déli bővítést támogatták. A németek a keleti nyitás, oszpolitik, keleti politika, mondták a németek. Hol az igazság? Hol a határ? Nem megy a bővítés. Ha megnézed a Balkánt, két országot vettek föl Szlovéniát, korábban országot később, és a folyamat leállt. Pillanatra még menjünk azért vissza a koszovói eseményekhez. Miért most történt? Ezt akartam megkérdezni kettő- vagy három kérdéssel ezelőtt mert a rendszámtáblák cseréjének az ugye botrányba fulladt, mert azt, hogy a szerbek nem mentek el szavazni, ez botrányba fulladt, annyiból, hogy a háromszázaléknyi Albán elment, és minden városban megválasztotta a saját Albán képviselőt, és a szerb hadsereg most vállalta föl, hogy vállalva a konfrontációt fölsorakozik a koszovói határon. Tehát rengeteg dolog jött össze, ami kirobbantotta ezt a válságot. De az konfliktusnak van ehhez köze? Az összes szakértő azt mondja, hogy igen, szerintem nem. Tehát közvetlen bizonyítani az, hogy ez amerikai, vagy orosz, vagy kínai érdek lenne, nem lehet. Azt lehet mondani, hogy ízzik a hamulat mind a két fél albánok, szerbek zsigerileg gyűlölik a másikat. Ez a konfliktus bármikor kirobbanhatott volna. Most ezt rákenni a oroszokra, vagy amerikaiakra véleményem szerint nem lehet. Azért kérdezem ezt, mert hallottam olyan érveléseket, hogy van egy konfliktus, akkor utána az egy dominó más, amúgy is bizonytalan régiókat forrongó helyzeteket lángba tud borítani, meg fel tud borítani. Ezt a rossztó mondta először egy amerikai külügyminiszter helyettes, ez a rossztó elmélet volt, a dominó elmélet, igaz. Én nem látom az összefüggést a oroszokra háború és a koszovói válság közt. Nyilván, ha rá menne az ember, talán olyan adatokat, hogy uh -huh. bizonyítsa, hogy van, de én a közvetlen kapcsolatot nem látom. De akkor ezzel azt is mondod, ha kivonnánk az orosz-ukrán konfliktust ebből a képletből. Igen. De csak ezt, és ugyanazok a tényezők, amiket elsoroltál. Igen. Azok benne maradnának, akkor az ugyanígy megtörtént volna. Igen. Meggyőződésem, úgy igen. Tehát, ha megnézed azt, hogy a Jugoszláv bomlás óta rendszeres a konfliktus bosznia Hercegovinában. Ha megnézed azt, hogy milyen konfliktus tömeg volt, elnézést kérek a krajnai háború, tehát Horvátország területéről elüldözik a szerbeket, akkor azt mondod, hogy egy folyamat részesei vagyunk, ahol most ez a következő állomás. A kérdés az, mikor és hol lesz a következő állomás. Pont amikor kirobbant ez a konfliktus, akkor mondtam a kollégáknak, hogy ők semlékeztek rá, hogy egy hónapja, vagy másfél hónapja voltál ugyanígy nálunk vendég, és akkor mondtad, hogy a jugoszláv háborúk, vagy a délszláv háborúknak... Nem, nem, értek véget. Nem értek véget. Most, Most sem ez, ez, ez az a véleményen. Ez azt jelenti, hogy akkor folytatásra számítasz? Igen. Egyértelműen. Egy, rengeteg fegyver van kint, kettő. A háborúban rengeteg ember elégedetlen, három. A háború után rengeteg embernek vannak lelki problémái, négy. Tessék mondani, melyik az az ország a Balkánon, amelyik megtalálta a hét szerepét. A legfejlettebb ország Szlovénia volt. Tele van gondokkal, tüntetések, tömege van. A következő ország volt Horvátország. Tessék megnézni, az államfő és a kormányfő mindenről a mást mond. A következő Bosnia-Hercegovina három részből áll, tudom, kettőt összevontak. Működésképtelen a következő következő Szerbia elnézés nyalogatja a sebeit, most kapta meg a saját trianonját. A következő Észak-Makedónia, ahol évek óta nő a muzulmánok aránya. Ez a muzulmán tömeg mikor akar becsatlakozni a létrejövő Nagy Albániába? Montenegro. Montenegro az a szerbek testvérnépek, kiszakadtak. A Montenegro így, hogy van 40 km tengerpartja, és Európa egyik legnagyobb korrupciója, meddig lesz életképes. És nem sorom a többit. És van a vajdaság, amelyik a két autonóm terület egyike volt, amelyik nem nem kaptam meg a függetlenséget, de cserébe, idézélbe, tíz évente szervek tömegét, romák tömegét telepítettek be, és a vajdaságban a nemzetiségi arányok alapvetően megfordultak. És a Káfor képes, alkalmas arra, hogy ellenálljon ennek a forrangási hullámnak? A kérdés az, hogy mit nevezek forrongási hullámnak azután, hogy a az összecsapás meg volt, több összecsapás nem volt. A kérdés az, lesz -e ilyen összecsapás a jövőben? Igen. A szerbek számára az alapvető dilem, hogy ők nem fogadják el azt, hogy Koszovóhoz tartoznak. Ez az alapkérdés, de erről senki nem hajlandó tárgyalni. Most minden csodálatos, megoldottuk a polgármesterek ügyét. Igen. De ettől még az alapkérdés nem oldódott meg. Egy csodálatos felszíni kezelés van, de ez nem a valóság kezelése. Ezek ezen amiről beszéltél, nem csak Koszovót érinti. Persze. Hanem ez egy egész, szinte az egész régióra kiterjedő Így spirál, van. aminek most a gyújtópontja az Koszovó. Így van. És hogyha ezt nem sikerül megállítani, akkor minden lányba borul? Ha sikerül megállítani, akkor is jöhet a következő egy boszniai bomlás, Függ... Ezek egymástól független folyamatok. Egymástól függetlenek, de egymásra ható folyamatok. Tehát ha megnézed Boszniát, a három ott élő nemzet nem egymástól elkülönülten el, ahol mondhatom, hogy itt az államhatár, rengeteg a vegyes lakosság. Én soha nem felejtem el, hogy a Jugoszláv háború elején egy szerb-horvát házas pár a háború két frontján harcolt, és megkérdezték az egyiket, hogy ha látná másikat, mit csinálna, azt szóval, Na most így néztem, ennyire nem lett rossz egy házasság, ez már a nagy politika nagy politika és Akkor kik a nagy politikai szereplők ebben a játszmában? Mert Európa, USA, Kína, Szaudarábia, Törökország. Pont. De ezek ellen érdekelt felek? Természetes. Mindignek más a célja? Természetes. de. Törökország ki, ki az, aki ebben az egészben ö, versenyelőnyben van? Mert én úgy látom, mintha Európa lenne, méghozzá azért, mert ezek az országok Európához akarnak gravitálni. Igen, csak erő... De mintha Európa meg nem akarná. Így van, egy, kettő, nincs pénze, hogy odaadja. Kettő. A törökök és szaudiak abban egyetértenek, hogy létre kell hozni Nagy-Albániát. Abban nem értenek egyet, hogy a Törökök vagy a szaudiak. Mi az orosz érdek? Szerbia maradjon meg a orosz szövetségben, Mi az amerikai érdek? Bázisok megkapása, és az egész térség kerüljön katonailag biztonság politikailag amerikai ellenőrzés alá. Tehát alapvetően mások a stratégiák. Akkor a szereplők közül csak Európának nincs meg ez a geopolitikai, geostratégiai gondolkodás a kérdésben? Nincs meg. Mert Európa tűnik úgy, mintha egy ilyen kedves szereplő lenne ebbe a dologban, Igen, hogy nagyon csak, kedves, csak integráció nem pénzre, nem integrál, nem támogat, gyönyörűen nyilatkozik. Tehát ha megnézem a Európai Unió vezetőinek a nyilatkozatát, akkor kérek egy papír zsebkendőt, mert és én is szeretnék olyan szép, de semmi nem történik. Az Európai un... Annyit hozzátehetünk szerintem, hogy egyébként a Magyar Biztos Várhelyi Olivérnek a javára írhatjuk, hogy onnan indultunk az előző bizottság idejéből, hogy nem lesz bővítés. Így van. És az Most ahhoz képest képes, sok mindent elért. Így van, de nem volt bővítés. Bocsánat. És jövőre, nem, de legalább a folyamat megy. A folyamat megy, jövőre választások lesznek, meglátjuk, hogy Magyarország melyik biztosi posztot kapjuk, és kapja, és meglátjuk, hogy Európai Uniónak kik lesznek a vezetői. Azért mondtam ezt, hogy, hogy a folyamat az megy, és hogy folytatódik, mert azért Törökország az állatorvosiló erre az esetre, hogy szabad ilyet mondani, hogy mi történik akkor, hogy Európa hosszú időn keresztül azt érezteti, egy pont után meg politikailag deklarálja is, vezető politikusok deklarálják azt, hogy egy ország nem ak egy országot nem akar az Európai Unió. Igen, csak ha ezt megnézed Brüsszel oldaláról, akkor azt látod, hogy van egy 85 milliós törökország, ahol tavaly év végén már 80 fölötti infláció volt, ahol a török lakosság jelentős része megkapná az Európai Unió négy szabadságjukát, átjönne ide, ahol Európába egyetlen országban sem tudtak a törökök integrálódni. Ha megnézed, Magyarország kivételével mindenütt Erdogán kapta a több szavazatot, a ott élő törökök részéről. Tehát ez mind azt mutatja Brüsszel számára, hogy nem szabad Törökországot fölvenni. Hogy én Budapestről hogy látom, az egy más kérdés, annak most nincs jelentősége. Nem szabad Törökországot felvenni, és akkor nem szabad a balkáni országokat sem fölvenni, ezt látja most. Erre nyilván azt mondja az Európai Nő, hogy igen, akkor majd ha. És ettől kezdve a kérdés kitolta. De Ukrajnát felszabad venni? Uh, Ukrajnáról az a véleményem, hogy föl kell venni, nekem meggyőző Ukrajnát nem lehet fölvenni. Uh, ha megnézed, most egy újabb tilalom van a gabona exporttal szemben, nekem rendkívül érdekes volt az öt ország. A csehek, uh, bocsánat, a kérek, a szlovákok, a lengyelek, a magyarok, a románok, a bolgárok elmentek most Brüsszelbe, ahol fogadta őket az EU akrá egy lengyel. Nem tudom, mennyire ismert a tárgyalások eredményét. A lengyel biztos azt mondta, hogy áldozzák föl magukat Ukrajnáért, és a kérdés megoldódik, ahogy Ukrajna belép az Unióba. Bocs, mit mondott Scholz, német kancellár? Föl kell venni Ukrajnát, ha minden lépést teljesített, ez 15 év. Ha ez az öt ország 15 évig föláldozza önmagát, akkor az öt országnak vége van. Tehát látszik... És ti az Európai Unió egy részét is. Persze. Látszik azt, hogy Brüsszelből máshogy látszik a valóság, mint a öt nemzeti fővárosból. Mint hogy a Scholz egy picit érzékenyebb lenne mert Németország helyzete mindig speciális. Németország abból indul, számára az orosz és kínai kapcsolat létfontosságú, számára most létfontosságú a viszony Párizsal, számára létfontosságú a viszony az amerikai Egyesült Államokkal. De nincs egyszerű helyzetben, mert a mint hogyha a német gazdaság bajban lenne. És mintha a, nagy a cégek bajban lenne. Persze. Hát a 60-as évek óta nem volt hárompárti koalíció. Most van is, nem működik. És emiatt menekülnek a nagy cégek? Ö, annyi probléma van, én Egyet, bocsánat, annyi a hát, Egyet. egyre többen próbálják meg áthelyezni a székhelyüket, meg a tevékenységük egy részét is Németországon kívülre, de az Európai Unión belülre. Így van, de azért elnézés kérek, ki melyik ma a második legnőbb német párt, az AFD, akivel mindenki közül, hogy nem hajlandó koalícióra lépni. A CDU fantasztikus első helyen van 28-29 de ez a CDU 42-46 közt volt évtizedekig. A szociáldemokrata pártnak a vezetése nem egyértelmű. A Scholz kancellár de nem tud pártelnök lenni. A zöld párt ketté van szakadva. A külügyminiszter Annalina Berbuk, én mindig elmondom, sokkal szebb, mint én. Elképesztő hülyeségeket csinál. A utolsó nagy baromsága az volt, amikor azt mondta, hogy akkor tárgyalunk Putyinnal, ha 360 fokos fordulatot tesz. Ez azt jelenti, hogy a saját korábbi helyére jön a 360 fok, ezt jelenti. És hetente mond valami csacsiságot, tehát látszik, hogy nem tudta a fölnőni. És a német tőke azt mondja, hogy nem vár, elmegy de valahol azért ez várható volt, hogy egy ennyire erős szereplő távozása, Angela Merkelnek a távozása, az egy olyan vákumot, hogy maga után, ami utána káoszt eredményez. Igen, csak a Merkelben volt annyi tisztesség, hogy utána nem volt hajlandó semmilyen politikai pozíciót elfoglalni. Ezt főtitkárt akartak belőle csinálni, nem fogadta el, és Merkel visszavonulása itt hagyta az űrt. Elnézést, Adenauer visszavonulása után Erhard három év alatt megbukik. Ha Te is arra számítasz, most arra az, hogy meg fog bukni a Solc, és fel fog emelkedni valami erős karakteres a politikus. A német ezt nem lehet megmondani, mert a német történelme a Weimári köztársaságtól kezdve úgy működik, hogy csak konstruktív bizalmatlanság indítvány van, úgy válthatok le egy kancellárt, ha előtte megválasztom a utódát. De az előtte választás azt jelenti, hogy az előző választási eredmények alapján ott a CDU, CSU még nem első. Tehát ma létrejöhetne egy koalíció az SPD nélkül, de az is három párt lenne. Előre hozott választás, meg nem igazán jellemző. A német kétszer volt, Igen. és nem igazán Jött be. Hmm. Akkor most el fog Németország ketyegni a következő választások, ami 2024-5. ugye? Ezt megmondani. Egy éve volt a választás, most van 20 20. 20 25, 25 20, körül 20, azt 21-ben volt, nem a szövetségi parlamenti. Azt végén. Igen. igen. Tehát itt kezdődnek a problémáim, és ha most egy új választás kérsz, mi változik? A mersz 70 éves. 68-69 éves. És látom, ő egy következő választáson nem biztos, hogy labdába nem? A megállapodás úgy szól, hogy a Bajor választás lesz a mélyleg nyelve. Ha a Bajor miniszterelnök többet kap a Zöder, mint 35 százalék, akkor ő lesz a kancellárjölt. De eddig Bajor még soha nem volt kancellár. Lásd Strauss, de lehet egyéb példákat is felhozni. Stoiber. egy ilyen vezetési válság. Egy óriási vezetési válság. Meg van. Európában is. Európa. És a világban is. Tehát jól állunk. Jól állunk. Nem pozitív befejezés, de akkor itt teszünk egy pontot, vagy pontos feszült, mert úgyis meg fogunk még újra hívni, hogy elfogad a meghívásunkat. Nógrád egy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És köszönjük szépen a Mandiner nézőnek és hallgatóinak, hogy követtek, hallgattak bennünket. Kövessenek és hallgassanak bennünket továbbra is. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.